ülésezett a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 11-én 18 óra 5 perckor. Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete megtartotta soron következő testületi ülését. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Zakariás István, Szepsi volt polgármestere részére, polgármesteri és képviselői munkája során Karcag és Szepsi testvérvárosi kapcsolatainak kiépítéséért végzett, kiemelkedő munkájáért díszpolgári címet adományozott. Zakariás István meghatónak tartotta a kitüntetést, és nagy megtiszteltetés számára, hogy a képviselőtestület megszavazta, ugyanis mindig nagyon szívesen jár Karcagra. Nagyon fontos az, hogy itt a magyarságot tudatosan művelik, tehát nem csak úgy, hogy fogadom, hogy igen, ide tartozom, de ezt a magyarság tudatot tudatosan művelik, és nekünk ez rendkívül fontos a határon túl. Ez egy olyan város, ahol mindenütt tudtuk azt, hogy igenis a városban tudják, hogy a határon túl is élnek magyarok, és mi összetartozunk. Ezt az érzést, ezt köszönöm szépen, és úgy gondolom, hogy ez a jövőben is fontos lenne, és kívánom önöknek és nekünk is, hogy ez az érzés, ez a tudat a jövőbe is megmaradhasson. Karcag mintájára mi is megkötöttük az együttműködési szerződést Székely Keresztúrral, és amikor találkoztunk vagy Keresztúron, vagy Szepsibe, vagy itt, akkor úgy gondolom, hogy nagyon jó beszélgetések alakultak ki, együttműködés alakult ki, és együtt tudtuk ünnepelni magyarságunkat, akár itt, akár Keresztúron, akár Szepsibe. Ez is egy fontos érzés, amit köszönök szépen. Mindig szívesen jártam ide Karcagra, mert mindezek az érzések, mindezek a feltöltődések nagyon fontosak számunkra, akik határon túl élünk. Tudom, polgármester úrral beszélgettünk, hogy utóbbi időben valahogy enyhült a kapcsolattartás Szepsi és Karcag között, Szepsi vezetése hibája. Én, mint helyi képviselő, mint városi képviselő ígérem, hogy megpróbálom ezt a dolgot rendbe tenni, mert úgy gondolom, hogy rendkívül fontos. Ezt követően a Karcag emlékérmet Karcagváros kulturális életének fejlesztéséért végzett tevékenységéért Andrássy Mihály fafaragó, mézes kalács készítő vette át. A Karcagváros közszolgálatáért díjat a karcagi lakosok érdekében végzett lelkiismeretes, precíz munkájának elismeréseként Nagy Né Major Mária köztisztviselő részére adományozta Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete, majd a Karcagváros egészségügyi és szociális szolgálatáért díjat a város lakossága egészségügyi és szociális ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként többek között dr. Fazekas Katalin főorvos részére adományozta. Sok éves lelkiismeretes, oktató-nevelő munkájuk elismeréseként miniszteri elismerő oklevelet és pedagógus szolgálati emlékérmet vehetett át Kis Ferencné és Tanka Ildikó, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményének két pedagógusa. Példaértékű szakmai munkájának elismeréseként professzor dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere, miniszteri elismerő oklevélben részesítette Kovácsné Kacsó Emíliát, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal Karcagi járási hivatal népegészségügyi osztályának kormánytisztviselőjét. Miniszteri elismerő oklevélben részesült továbbá Szilágyi Péter, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal Karcagi járási hivatal népegészségügyi osztályának közegészségügyi feladatokat ellátó tisztviselője.
Ezt követően Nagyváti János díjat vett át dr. Nagy István agrárminisztertől, dr. Zsembeli József tudományos tanácsadó, intézetigazgató, kiemelkedő kutató és egyetemi oktató munkájáért. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül, bátorságért érdemjelben részesítette Dániel Sándor címzetes tűzoltó főtörzsörmestert. Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomdíjban részesült dr. Szalai László Imréné, dr. Szabó Anna Katalin gyógyszertárvezető, aki felszólalásában elismerését fejezte ki minden gyógyszerész kollégájának. Rácz tanár úr életműdíjban részesült kiváló és eredményes szakmai tevékenységéért Lévainé Kovács Róza matematika-fizika szakos pedagógus. Szepesi Tibor polgármester minden kitüntetetnek a Karcagvárosi Önkormányzat nevében szívből gratulált, és további munkájukhoz sok sikert kívánt. A napirend előtti kérdések felvetése előtt Szepesi Tibor mintegy 30 perces felszólalásában a Karcagon jelenleg folyamatban lévő fejlesztések felsorolásáról tartott beszédet, amelyben prezentálta, hogy az egy évvel ezelőtt elkezdett munka és azok a tervek, amelyek célként kerültek kitűzésre, immár a szemünk előtt zajlanak, nagy részük már megvalósításra is került, és még meg annyi beruházás várható Karcagváros jövőjében, rövid és középtávon. Kell Karcagon, legyen az itt lakó, hazalátogató, erre járó, az azt láthatja, hogy fejlődik a város. Egy évvel ezelőtt, hiszen szinte napra pontosan, ha jól emlékszem, tegnap volt pont egy éve, a polgármester választás után kijelöltük és meghatároztunk egy irányvonalat, elképzeléseinket, melyet egy mondatban úgy foglaltunk össze, Karcagnak fejlődni kell. Ez határozta meg az elmúlt évünket, hiszen a rendelkezésünkre álló pályázati forrásokat, a megkezdett beruházásokat is ennek szellemében fejeztük be, és így haladunk tovább új pályázatainkkal is. A városban zajló beruházásokat két részre lehet bontani, hiszen egyik része az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó fejlesztések, míg másik része a magántőke, a vállalkozói szféra beruházásai, melyek nagy részéhez állami forrás is kapcsolódik. E második szegmensben már szemmel látható a Reve logisztikai központjának a fejlesztése, a Karcagi Ipari Parkban megvalósuló két új napelempark, a Purpor elemgyár és a hozzá kapcsolódó csarnok megépítése. Ilyen vállalkozói beruházás az AgroSprint cégcsoport két fejlesztése, az öntözőcsatorna kiépítése és üzemeltetése, illetve a hűtőüzem bővítése. A város több részén is zajlanak beruházások. A Szatmári cégcsoport fejlesztésében a risántoló átépítése, illetve az irodaépület felújítása zajlik parkolókkal, parkosítással. Előkészítés alatt vannak további munkahelyteremtő beruházások a város más pontján is. Az egyházak beruházásai is folynak, hiszen nem olyan régen adtuk át a református óvodát, és javában zajlanak a katolikus óvoda építési előkészületei is. Állami forrásból valósul meg a Kátai Gábor kórház további fejlesztése a rehabilitációs épületrésznél, mint ahogyan a hulladék lerakó telepen is jelentős fejlesztések vannak folyamatban. Szólnom kell az M4-es autópálya Karcagra érkező szakaszáról. Örömteli, hogy az autót fejlesztéséhez szervesen kapcsolódik a karcagi elkerülő út tervezése. És nagyon fontos csomóponti átépítés is megvalósult tavaszig, hiszen az igen baleset veszélyes Gyarmati út és 4-es számú főút kereszteződésében jelzőlámpás közúti kereszteződés kerül kialakításra. Az önkormányzati fejlesztésekben, ahogyan említettem, befejeződött a piac átépítése, ahol a zöld felület is kialakításra került. Befejeződött a Szélmalomnak, mint turisztikai látványosságnak az első ütemű felújítása, elkészült a zsindely. Ha a vitorla teljes rekonstrukciója is megvalósul, amire nagy esélyünk van, akkor régi pompájában lesz látható a gálféle Szélmalom. Befejeződött az ifjúsági ház energetikai felújítása, a nyílászárók cseréje.
Műszakilag átadásra került a Városháza szárnyának a felújítása, várhatóan idén a járási hivatal új székhelyeként kerül megnyitásra. Átadásra került az ingyenes internet elérés a város 7 pontján. Ez a wifi hálózat segíti a könnyebb tájékozódást és az egymással való kapcsolattartást. Elkészült a Kántor Sándor fazekasház felújítása, és a napokban kerül beüzemelésre egy vadonatúj kemence, és akkor elkezdődhetnek egy szakképzett fazekassal az interaktív kézműves foglalkozások. Előkészítés alatt van a Varró úti bölcsőde teljes felújítása. Várhatóan nem sokára a gyermekek átköltözhetnek idéglenes otthonukba, és kezdődhet az a munka, melynek végén 2022. szeptemberétől már a teljesen felújított bölcsődében kezdődhet az új oktatási nevelési év. Zajlik az Erzsébet-liget projekt, ahol a milánói pavilon is elhelyezésre kerül majd. Itt kerül felépítésre többek között egy szabadidőpark a hozzá kapcsolódó kiszolgáló egységekkel. Ennek része a Rónai Malom teljes körű felújítása, amely már folyamatban van. Itt épül meg a környék legnagyobb játszótere, és az a fiataloknak szóló szabadidő sportolási lehetőség, a Bringa Park pumpapálya, amely több sportág, kerékpárosok, gördeszkások, görkorcsolyások kedvelői is használhatnak majd. Ez a pálya lesz Magyarország legnagyobb ilyen jellegű sportfejlesztése. A ligetben egy piactér is kialakításra kerül, amely kisebb vásárok megrendezésére ad lehetőséget, illetve szervesen kapcsolódik hozzá az epreskert kialakítása, ahol eredeti, génmegőrzött gyümölcsfákat ültetünk majd jövő ősszel. Folyik az idősek otthonának energetikai felújítása, amely a homlokzat és a nyílászárók teljes megújulását jelenti, a födém szerkezet is megerősítésre kerül, napelemek kerülnek a tetőre, ezzel is javítva az energiafelhasználást, illetve a zöld energia irányába való elmozdulást. Az óvodafejlesztések is folyamatban vannak, hiszen nem csak az egyházi óvodák újulnak meg és készülnek, hanem az önkormányzat által fenntartott óvodák is folyamatosan felújításra kerülnek. Hamarosan elkezdődik a Szimóvoda konyhájának felújítása. A nyertes pályázatból a csapadékvíz elvezetést is szeretnénk megoldani a város legveszélyeztetettebb szakaszán, ahol nagyobb esőzéskor a csapadékvíz folyamatosan megáll. A piactól a katolikus városrész felé terjedő utcákból összegyűjtött vizet a sistak irányába fogjuk elvinni, hiszen a kialakítandó záportározó fogja megoldani a városrész fenti problémáit, míg maga a tározó környezetét szabadidőparkká szeretnénk alakítani. Jelenleg a tervező megbízása zajlik. Ha ezzel végeztünk és elfogadásra kerülnek a tervek, akkor kezdődik az építés. Fejlesztjük a déli kürvárost és az északi városrészt is. Elkészült, illetve folyamatban van a városgondnokság kivitelezésében az összes út felújítása. Ennek keretében útalappal látunk el valamennyi utat, amely azért fontos, mert ezzel a két városrészen is megvalósulhat a házhoz menő szemétszállítás, ami egy hatalmas erőrelépés lesz ezen a területen. Az úthálózatot is megpróbáltuk az elmúlt időszakban folyamatosan karbantartani, és a lehetőségekhez mérten fejleszteni. Látjuk, hogy a gépjárműszám megnövekedésével olyan beruházásokat kell végrehajtanunk, amelyek a felmerülő közlekedési problémákat orvosolják. A város szinte minden lakóját érintheti valamilyen szinten az új kerékpárút megvalósulása. Ehhez a pályázathoz szervesen kapcsolódik és konzorciumban valósul meg a közúttal a Berekfürdői kerékpárút első szakaszának felújítása a várostáblától a Kárgil bekötőig.
A napirendi pontok megtárgyalása során a képviselőtestület a Karcagvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját 3 nem szavazat mellett megszavazta. Karcagi Nagy Zoltán képviselő felszólalással élve hozzátette. A pénzügyi és fejlesztési bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és megállapította, hogy a kiadás az első fél évben megfelelő ütemben a fedezet folyamatos biztosításával valósult meg. Bevétel összességében 77,23%-os mértékben, a kiadás pedig 42,45%-ban teljesült. Szintén 9 igen és 3 nem szavazattal a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. február 15-i önkormányzati rendelet módosításának javaslata is elfogadásra került. Harmadik napirendi pontként javaslat a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámáról szóló 23/2013. 6.-28. önkormányzati rendelet módosítására került sor. Az ügyrendi és jogi bizottság tárgyalta az ügyet, melynek mindkét paragrafusát egyöntetűen elfogadta, tette hozzá dr. Kanász Nagy László képviselő, majd a képviselőtestület is egyhangúan megszavazta a módosítást. Ezt követte a tájékoztató, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi működéséről, eredményeiről és célkitűzéseiről elnevezésű napirendi pont. Az intézmények munkáit dicsérő szavakkal illette Szepesi Tibor polgármester, valamint Pánt Ildikó képviselő is, aki hozzáfűzte, nem csak a város vezetősége van köszönettel a szociális és ellátórendszerek tevékenységért, hanem a város lakossága is. Nagyné László Erzsébet képviselő a Kátai Gábor kórház nevében szintén megköszönte a szociális szolgáltatásban és ellátásban résztvevők munkáját az elmúlt évben. A beszámoló egyhangulag elfogadásra került, és Szepesi Tibor az egész önkormányzat nevében újra kifejezte köszönetét. A Városi Költségvetési Intézmények Érdekeegyeztető Fórumának létrehozásáról szóló határozat módosítására történő szavazás során dr. Pintér Zoltán Árpád önkormányzati képviselőt egyhangulag a Költségvetési Intézmények Érdekeegyeztető Fórumának tagjává választotta a képviselőtestület. Szintén egyhangú döntés született a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló napirendi pont esetében, melynek során dr. Kanász Nagy László helyett dr. Pintér Zoltán és Lengyel János vált a SZEB tagjává. Ezt követően az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága elnökének, tagjainak módosítására került sor. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja Nagyné László Erzsébet lett egyhangú szavazás után. A Karcagvárosi Önkormányzat Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága elnöke és tagjai is módosításra kerültek. Nagyné László Erzsébet helyett Karcagi Nagy Zoltán képviselő került megválasztásra új tagként. 9. napirendi pontként a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének bizottságaiba a nem önkormányzati képviselőtagok megválasztására került sor. Egyhangulag kerültek megszavazásra a következő bizottságokba az alábbi személyek: ügyrendi és jogi bizottság, Csányi Sándor, valamint Somogyi Gabriella; pénzügyi és fejlesztési bizottság, Domján Sándor, Nagy Attila Csaba, Szentesi Lajos; mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság, Bosnyák Imre, Hamar Bence, Huba Imre Csaba, valamint ifjabb Nagy Imre; Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, Éliás János, Gulyás Ferencné, Kovács Miklósné, Varga László; Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság, Fazekas János, Harsányi Lajos, Kabainé Csanádi Mária, Szopkó Rita; Szociális és Egészségügyi Bizottság, dr. Lakatos Linda, dr. Perge Judit, Fazekas Lajosné, Péter Éva. A megválasztott bizottsági tagok a képviselőtestület előtt esküdtettek, majd aláírták eskü okmányaikat. 10. napirendi pontként a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi úti óvodába felvehető gyerekek száma a 75 főről 100 főre módosult. A pályázati lehetőségek kihasználása érdekében a Györfi István Nagykun Múzeum telephelyének bővítése válik szükségessé. Ennek keretén belül a Nagykun Látogatóközpont a múzeum telephelyévé vált az egyhangú megszavazását követően. A két intézmény alapító okirata emiatt módosításra került. A Karcag Liget utcai sporttelep fejlesztésének megvalósításához szükséges településrendezési eljárás megkezdésére a Karcagvárosi Település szerkezetében
szerkezeti tervének és Karcagváros építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása került egyhangulag megszavazásra. Következő napi rendi pontként 9 igen és 3 nem szavazati arányjal elfogadta a képviselőtestület a TRV ZRT vízi közműveket érintő 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Andrássy András felszólalása során elmondta, hogy úgy érzi, a TRV ZRT elhanyagolja a karcagiakat. A TRV ZRT osztályvezetője válaszában elmondta, hogy mindig szakmai együttműködésben zajlanak a munkák a város vezetőségével és a szakemberekkel. Szepesi Tibor polgármester hozzászólásában elmondta, hogy a javítások teljes mértékben elkészültek, valamint az útfelújítások kapcsán meg fogja követelni a legmegfelelőbb minőségű helyreállítást. Molnár Pál képviselő hozzátette, elismeri a TRV ZRT munkáját, amely gyakran erőn felül próbál városunkban teljesíteni, de a Füredi út, Huszár utca, Tőkés utcán az úttal és az útpatkával kapcsolatban az ott lakók panaszokkal keresték meg. Szepesi Tibor válaszában megnyugtatta az érintetteket, hogy az említett útszakasz javításának érdekében mindenképpen egyeztetni fog a TRV szakembereivel. Ezt követően Karcagváros víziközműveinek 2022-2036 évekre vonatkozó gördülőfejlesztési tervének elfogadása történt, melyet 8 igen és 3 nem szavazat mellett megszavazott a képviselőtestület. A Karcagvárosi Önkormányzat és intézményei földgáz energia közbeszerzésre történt javaslata 3 tartózkodás és 8 igen szavazat mellett került elfogadásra. A következő napirendi pontként Karcagváros településrendezési eszköz 2021. évi első módosításához kapcsolódó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 78. törvény 7. paragrafus 3. bekezdés e pontja által előírt igazolásra történt javaslat egyöntetűen elfogadásra került, majd elfogadásra került Karcagváros településrendezési eszközeinek 2021. évi első módosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat határozata is, ezt követően a településrendezési eszközeinek 2021. évi első módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárására is egyhangúan került elfogadásra. 4 millió forinttal csatlakozott a Karcagvárosi Önkormányzat a 2022. évi Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz, melynek egyhangú elfogadását üdvözölték a képviselők. A továbbiakban zárt ülés keretei között tárgyaltak a képviselők napi rendi pontokat. A testület munkaterv szerinti következő ülését várhatóan október 28-án csütörtökön tartja. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!